Kartalon 17 év után rendeztek szüreti felvonulást és bált a helyi művelődési ház szervezésében szeptember 28-án. Adjon az Isten szerencse és jó napot! Kisbíróként emelek én kalapot! Először is mondjunk hálát az úrnak, hogy megtartotta mi kedves kis falunkat! Adatik tudtára kicsinek és nagynak, kinek van még füle, kikiáltom annak. Az úr 2013. évének szeptemberében nem üldögélünk mi bánatosan tétlen. Beköszöntött az ősz, esővel, széllel, összejöttünk hát felvonulni, hogy ne legyünk szerte széllyel. Réges-régen nem volt felvonulás nálunk, hogy a falu lakóival együtt mulassunk. Összeszedtünk hát ezért szöllőt, lovat, kocsit, és így ünnepeljük meg szeretünk, szüretünk jötteit. Megadta a hülyautónk. Mikor öreg Noé apánk Isten parancsára a vízözön elől futott bárkájába. A leghelyesebbet akkor cselekedte, mikor a szöllőt őkét ki nem felejtette. Szóljon hát mindenki sógornak, komának, eljött az ideje a születi mulatságnak. Ide figyeljenek hát fiatalok és vének, közhírré tételik a Kartal népének. Örömmel közöljük a szomjas táborral, hogy nincs semmi baj az idei borral. Jól érett a szőlő, és van elég hordó, jöhet hát a saszla, rizling, oportó. A hagyományt ápolni fontos feladat, segítségül hívtuk a kartali ányokat, a nagyszállói ányokat. E díszes vonulók nagy hévvel készültek, dalos ajkú szépasszonyok torkot köszörültek. Ki a zenét kedveli, és viszket már a talpa, az jöjjön el, és a jó kedvét otthon ne hagyja. A helyi hagyományőrző csoportok, így az Asszonykórus Egyesülete, a Ne Felejts Népzenei Egyesület, a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület és a Rozmaring Ifjúsági Néptánc csoport tagjai is részt vettek a rendezvényen. Csárdás! Csárdás! Kocsvárosnak dalgom, hol a kocsváros? Megint nem jó! A szüreti mulatságon a gyerekek is jól érezték magukat. A szüreti felvonulás és a bál megrendezését több helyi cég, vállalkozó támogatta.